2022. július 13-a van, szerdai nap, elkezdődnek a túrák végre, kicsit későn, de először volt egy nagyon meleg időszak, ugye kánikula, azt annyira nem élveztem, és most valamennyire meghűlt a levegő, és végre itt vagyok hosszú hetényben, vagyis keletmecseki túrák lesznek. A keletmecseket fogom bejárni egy vagy két nap, és talán a nyugati mecsekre is lesz időm, majd ki fog derülni. Kicsit fúj a szél, nem is kicsit, de kellemes idő van. Ma már nem mondtak esőt se, úgyhogy remélem, hogy eső nélkül megúszom az egészet. És akkor majd jelentkezem bent az erdőből, mert ez itt egy olyan rész lesz, amikor a közúton kell mennem, amit annyira nem kedvelek. Hosszú hetényből indulok, és Zobák pusztáig fogok először elmenni. Ott tudok majd ráhajtani egy erdei útra, és ha minden igaz, ma a Mári váráig szeretnék eljutni, és természetesen onnan azért visszajönni ide hosszú heténybe. Hosszú hetényből kifordulva a hegyre jöttem felfele folyamatosan, körülbelül 2 kilométert, és akkor itt van itt egy keresztődés, ami mutatja, hogy mi hol van. Ugye a 3-as határhegy az itt 2 kilométer, van egy kilátó balra, és hogyha majd erre jövök visszafele, ez pedig a Zobák pusztát is mutatja, hogy 1,5 kilométer, de én itt még a közúton, lehet, hogy nem is a közúton megyek, majd mindjárt megnézem, lehet, hogy jobb lesz én nekem, ha már itt be tudok menni az erdőbe. Ezt én nem is tudtam, hogy itt egy kilátó is van, majd mindjárt lemegyek ahhoz az információs táblához, és megnézem. Itt a Zobák puszta felé megyünk, balra érdemes lefordulni. Itt voltak az információs táblák, mert itt van egy Bringa Park tulajdonképpen, ez hosszú hetény kövestetői Bringa Park. Itt a pályákat lehet használni, hát itt aztán természetesen mountain bike-kal, illetve valószínűleg az is a mountain bike-ok közül a teljes rúgózással felszeretekkel lehet. Azért figyelmeztetésnek nagyon ó, mennek ott, hogy 112 ki van írva pirossal, tehát azért óvatosan. És itt az a jó, hogy van egy trailpont, tehát itt a biciklit fel lehet akasztani, kicsit, ha éppen valami probléma van, itt vannak a szerszámok, illetve fel lehet fújtatni. És még egészen jó állapotban van, minden szerszám a helyén van, azt úgy látom. Na, megyek tovább. Letértem az útról, lehet, hogy itt kicsit elkalandozok, de hát azért is jöttem, hogy tulajdonképpen körülnézek itt. Erre még nem voltam sosem. Itt van egy hotel, és mellette el lehet indulni. Tulajdonképpen ez a kövestetői kilátóhoz visz fel. Ez a, amit mondtam, hogy Montembal Trail pálya van itt. Én most ezzel nem foglalkozom, mert a mai úti célom más, de majd lehet, hogy ha lesz időm rá, ide majd fel fogok jönni. Az út az nem egy túl biztató, tehát lehetséges, hogy itt most csomagokkal vagyok, csomagokat majd leteszem, és akkor úgy jövök ide vissza, ez aránylag közel van a szállásomhoz. Megint ide csillagtúra jellegű dolgot viszek véghez, tehát nem egy normál szállásom van, hanem egy normális ágyikóban alszom, és onnan indulok el kirándulgatni. Ez lehet, hogy kényelem, lehet, hogy a korral jár, de én ezt azért jobban kedvelem, ami nem azt jelenti persze, hogy majd nem szeretnék egy sátoros, hosszabb túrát is tenni még talán a nyáron, hát reméljük, hogy sikerül. Sajnos most vissza kell mennem a közútra, a Zobák pusztához akarok felmenni. Nem egy szívmelengető dolog, ugyanis elég megy a forgalma, és még kamionok is járnak, úgyhogy nem vagyok annyira boldog ezzel a dologgal, de hát most mit csináljuk? Tehát Zobák puszta a következő megállóhely. Na, itt van, itt kezdődik Komló Zobák puszta nevezetű település, és az előtt van jobbra egy felfele vezető út, ami tulajdonképpen keresztül vezet itt a keletmecseken, egészen Mári váráig lehet eljutni ezen az úton majd. Közben van ilyen cigányhegyi kilátó, tehát lehet majd térni. Hát ezekről beszélek, hogy ezek a kamionok azért itt mennek, tehát én örülök, hogy erről az útról végre lejövök. Ugyanis ez az út, ez egy erdőgazdasági üzemi út, itt ugye nem járkálhat bárki, de kerékpárral lehet. Ki is van írva, hogy Zsák utca. Szerencsére kocsik ezek szerint ezen nem sűrűn lesznek majd. Gálosfa Harsányi kereszt nevezetű hely ez végül is, és akkor itt van a
az itt áll, ön, és akkor itt kell majd felmenni az, ami mutatta mutat, ahol ez az erdészeti út, ahol elméletek kocsival csak engedéllyel lehet behajtani, azon lehet felmenni, itt van a pusztabányai kulcsos ház, és akkor megyünk fel, itt, ahol elkanyarodunk, itt van a Márévár, és itt lehet lemenni a Cigányhegyi kilátóhoz. Aztán van itt egy másik út is, ami a két túrához kapcsolódik, ez az Óbányai, Rékavár, stb. Ez így Harsány kereszt, itt lehet elmenni szépen, Mecsegnáras irányában, de most erre én nem megyek, hanem Márévárához megyek. Aztán, hogy itt jövök-e vissza itt ezen az úton, vagy visszafordulok, és ugyanúgy az Erdei úton jövök vissza, azt majd még eldöntöm. Tehát itt a hosszú hetén innen indultam, és szépen most eljutottam idáig, ez nem egy nagy szakasz, és most megyek a Pusztabányai kulcsos ház felé. Már itt lesz egy, ezen a részen nem lesz pecsételő hely, tehát a kék túrásoknak a pecsételő hely az arrébb van, tehát a Cigányhegyi kilátónál nincs. Na, el is indulok. Itt egy pár szó Keletmecsekről van. Ők próbálnak felmenni, nem, itt van az, hogy kocsival nem lehet. Ugye itt nyugszik nem messze Zengővárkonyban Rakenbauer Pál, ugye 1933-1987-ben halt meg, az ő végakarátának megfelelően Zengővárkonyban temették el az öreg szelíd gesztenyésben. Ha időm lesz, azért majd átmegyek a sírjához, ugye ő az, akit, ha nem tudná valaki, hogy a 1,5 millió lépés Magyarországon című dokumentumfilmet készítette el, és hát egy igazi természetfilmes volt. Azt érdemes mindenkinek megnézni, és újra nézni azt a filmet. Ez az út gyönyörű egyébként. Én meg teljes rásegítéssel megyek, mert ma szerda van hétfőn. Ugye most a motorozás is előjött, mint hobbi újra. És olyan szinten kifárasztottam magam kakucsringen, hogy jelen pillanatban a lábaim nem úgy működnek még. Egy nap regenerálódás nem volt elég neki. Főleg, hogy tegnap ugye azért csak le kellett vezetnem 200 km felett. És az is az a hosszú üldögélés nem tesz jót a izmok regenerációjának. Tehát elindultam ezen az úton felfele. Ez egy nagyon jó minőségű, bármint biciklivel jól járható betonút. És gyönyörű, szép. Erdőbe vezet. Kellemes idő van, kenyén fúj a szél. Remélem ilyen is marad. Nagyon örülök, hogy végre el tudtam jönni túrázni. A tavalyi évben az nem igazán jól sikerült, ugye csak egyetlen egy túrafilm került fel, mert az a Diósjenőre elmentem, meg tudtam csinálni azt az egy filmet, utána viszont olyan beteg lettem, egész nyáron át tartott sajnos egy olyan dolog, hogy folyamatosan hőemelkedésem volt. És egyszerűen nem tudtam, nem voltam én borzasztóan beteg, de hogyha mozogtam, akkor egyből megemelkedett hőemelkedésem lett, és aki hőemelkedéssel, hát tudja, akinek volt, hogy azzal nagyon mozogni az ember nem nagyon kíván. És sajnos nem is sikerült utána túráznom, végül is az egész nyarat végig kínlottam. Utána októberben elkaptam én is ezt a fránya betegséget, azon túlestem, az például nem viselt meg annyira, és örülök, hogy végre idén úgy néz ki, hogy teljesen egészségügyileg is teljesen rendben vagyok, és végre el tudtam jönni. Nagyon vágytam ide a Mecsekbe, itt még nem voltam ugyanis. Ugye bejártam a Bükköt, ugye tavaly előtt voltam a Zempléni hegységbe, ugye a Börzsönyt, a Pilist. A Pilistben még visszamegyek majd, mert ott még van egy-két köröm, és akkor most itt a Mecsek, és majd szeretnék még eljutni a Balaton felvidéki részre, ott még szintén nem bicikliztem. Végre egy aránylag értelmes rajz van itt fenn, ugye itt jöttem be, Zobák pusztánál. Ugye itt megyek ezen az úton felfele, és akkor itt lehet majd szépen elmenni, itt lesz a Mári vár, ahova én most éppen a mai napon igyekszem. És akkor látjuk itt, hogy ezen az útról le lehet térni majd jobbra is, és itt a Püspök-Szent Lászlói út, ez Pécsváradra vezet, Zengővárkony, ugye ne felejtsük a Kembolyapár sírhelye. Illetve itt elméletileg, én szerintem itt Óbánya felé van egy út, de az lehet, hogy ugye ezek azt az utat mutatják, bocsánat, ami a közút és egyéb köves út, tehát ezek jó minőség, aránylag jó minőségű utak. Szerintem itt Óbányára itt valahol el lehet menni, ez viszont valószínűleg valamilyen erdei út. Itt ugye felhívja a figyelmet, ugye milyen állatkák vannak itt. Ezt érdemes, majd mindjárt végig is olvasom.
Ez egy nagyon kellemesen bringázható út. Főleg pedelekkel persze. Hosszú hétényből kijöve van egy elég nagy emelkedő. Azt azért ott meg kell mászni. Utána van persze egy lejtő, mert hogyha van hóruk, akkor van hűha is. Tehát ha felmászunk, akkor van mindig lejtő is. És akkor, mikor itt letértem erre az erdei útra, innentől kezdve enyhén emelkedik, felfele megyek, de nem vészes, és gyönyörű szép. Tehát látszik, gyönyörű szépek a fák, az erdő. Tehát aki ezért az élményért jön, az úgy néz, hogy itt meg fogja kapni. Zemplénben, illetve a Pirisben vannak hasonlóan kiépített erdei utak, ahol meg tulajdonképpen a Mátrában is van a Görgő Biki pihenőtől indulva. Ugyanez a jellegű út, csak ez jobb minőségű. Tehát ez egy elég jól biciklizhető. Hát országútival is megjárható, de azért annyira nem ajánlott. Vagy hát olyan gumit kell rárakni, és akkor ez is biciklizhető. Itt ugye lehetne, tehát a túrázóknak vannak itt erdei útak is. Én ezekre nem megyek rá, hanem én szépen megyek ezen a kényelmes erdei úton. Fúj a szél, úgyhogy valószínűleg azért nincsenek, hál' Istennek, hozzáteszem, ezek a nagyon apró pici legyek. Bár felkészültem rájuk, mert vettem a fejemre borítható szúnyoghálót, amin iszonyat hülyén néznék ki valószínűleg, de hát itt az erdőbe úgyse lát senki, és azoktól a legyektől meg megvéd, mert nagyon utálom őket. Eddig 6 kilométert jöttem el, eltelt egy fél óra, és szépen haladok, és gyönyörködök. Úgy néz ki, hogy jól raktam össze a biciklit is, eddig működik rajta minden. Egyedül a váltón kell majd egy picikét állítani, vagy összekopik, nem tudom. Van, mikor leváltok hármasba, akkor van, hogy lelokja a láncot négyesre, és úgy vissza kell váltanom. Tehát felfele jól vált, lefele viszont egyet dob. De csak a harmadik, negyedik sebességfokozat között, egyébként nem. Idei szerzeményen még vettem még egy túrabotot. Nem is azért, hogy én annyira túráztak majd gyalog, hanem majd megmutatom, hogy mire jó lehet egy túrabot. Például, hogyha az embernek fel van pakolva a biciklije, és meg kell támasztani egy ilyen túrabottal, a nyereg alá be tudja támasztani, és nem dől el, illetve, mármint a bicikli, én eldőlhetek attól. És arra is jó, hogyha valaki mondjuk fél a kutyáktól, talán tud vele védekezni, bár én azt mondom mindig, hogy a kutyákat ha békén hagyjuk, és nem hergeljük őket, akkor azok nem fognak minket megtámadni, de hát én kutyabarát vagyok, és nem is félek tőlük, de a vészhelyzetbe kerül az ember, lehet, hogy egy ilyen bot valamire jó lehet. Lehet, hogy arra, hogy mondjuk saját magát fejbe vágja és elájuljon, és akkor könnyebben szedik szét a kutyák, mert azért, mikor 4-5-6 darab ilyen nagyobb kutya megtámad valakit, akkor azért már nehéz védekezni. Na, elérkeztem valamilyen információs táblához. Itt van egy út, ami le van zárva. Arra semmiképpen nem megyünk, bár fokozottan védett természetvédelmi belépés csak is engedéllyel lehet, az van kirakva, illetve a kék túrához tartozik. Majd mindjárt közelebb megyek és megnézem. Végülis fokozottan védett, de ki van írva, hogy a fokozottan védett terület a kijelölt turista utakon látogatható, tehát hogyha valaki gyalog van, illetve akár kerékpárral is, és a kijelölt úton marad, akkor nyugodtan megnézheti. Itt a gyalogtúra útvonal, illetve hát ez a kék túrához tartozik, hogy elnézem. Gyalog lehet feljönni. Gyönyörű hely egyébként. Szép erdei utakkal. De itt a lepkevédelem, meg az erdőgazdálkodásról van egy információs tábla. Az annyira nem érdekes most nekem. Na itt van a túrabot, erre is jó. Tehát, hogyha olyan a talaj, hogy nagyon homokos és nem tudja megtámasztani az ember a kitámasztóval, vagy éppen annyira nehéz a kerékpár, hogy az már nem állna meg, akkor egy ilyen túrabotot, ha az ember beakaszt ide a nyereg alá, szépen megtámasztja, akkor ezzel meg lehet támasztani a kerékpárt.
Erre kiváló, na csak jár nekik autók. Gondolom van engedélyük, vagy nincs. Na, szóval a túrabot erre is jó, Decathlonba lehet kapni, ki lehet húzni hosszúra, ez így 110 cm-estől van beállítva, és akkor ezzel tökéletesen meg lehet támasztani a kerékpárt. Én ezt egy okos találmánynak találom. YouTube-on láttam egy igazán olyan túrázótól, aki ilyen sivatagi részeken is jár, és ugye ott a homokban nem tudják nagyon megtámasztani a kerékpárt, csak így. És ez egy jó dolog. Még új szerzemény itt, ez a kulacstartónak árulják szintén a Decathlonban. Ide a kormányhoz lehet többféleképpen felfogatni. Én amire használom, az tulajdonképpen ebbe tartom a kamerát, és így egyből, hogyha valamit gyorsan le akarok filmezni, akkor egyből a kéznél van. Illetve hát kulacsot is lehet természetesen benne tartani. Úgy fogok is venni még egyet erre az oldalra, hogy legyen belőle kettő, és akkor kulacsot, illetve szemetesnek kiválóan lehet használni, és soha az erdőbe természetesen el nem dobálunk semmit. Még én azt sem szoktam csinálni, hogy az erdőben van kuka, oda nem szoktam kitenni. Inkább leviszem nagyobb városba, hiszen az erdőben ritkán szedik össze ezeket a kukákat. Erdőben azért jó még járni, mert nincsenek. Az emberek inkább jobban szeretik a strandot, ez tény, jogos is, hiszen nyáron meleg van, így az erdőben általában azért ide olyan elvetemült emberek járnak, akik tényleg imádják ezt az erdőt, a természetet, és reméljük, hogy így a szemetelés is megoldódik, mert aki ilyen helyre jár, az általában azért jár ide, mert szereti a természetet, és ha a természetet szereti, akkor valószínűleg vigyázni is fog rá. Úgyhogy tiszta is egyébként itt ez a út mellett, nem láttam eldobálva még eddig szerencsére semmit, úgyhogy igazán, igazán szép nagyon az út is, a fák is, és tisztaság van. Nem is tudom, Mátrára hasonlít egyébként, bár a fák, még fenyő nincs egyenlőre. Eleve ugye alacsonyabb az egész, nem is tudom, zengő ennek a legmagasabb csúcsa a keleti mecseknek. Fejből nem tudom most írtál megmondani hány száz méter, de nem is tudom, hogy 600 méter körül van. Nem több. Nagyon kellemesen emelkedik, tehát nem kell kihajtani az embernek magát. Nagyon szép, hát majd keresek valami szép kilátópontot is, hogy tudjak szebb felvételeket is készíteni. Mindjárt megérkezek egy puszta bánya nevezetű helyre. Ott ilyen üvegkuták vannak. Itt most lejt lefele az út. Elnéztem az erdőt, főleg tölgy és bükk található. Abból is az európai meg amerikai bükk. És főleg tölgy az erdő, tehát itt fenyő nincsen. Szerintem ugye alacsony, tehát többek között azért sem. Na, megyek tovább, és akkor a puszta bányai kulcsos házat állítólag van egy valami ifjúsági tábor is. Érdekel, mert ez a jó ebben az egészben, hogy felfedező úton vagyok, mert hogy én itt még nem voltam. Ez olyan út egy kicsit, mint ami megy fel, Diósenő meg Kemence között van, ott megy át az erdőn. Ez hasonló egyébként. Jó minőségű. Na, kiértem egy ilyen tisztás rész, ott van a kulcsos ház. Itt meg ki van alakítva szépen étkező, szalonnos sütögető hely. Egy szép valami. Mindjárt a kulcsos ház mögött természetesen az első osztályú budik találhatók. Nagyon fontos egy táborozónak a szükségleteit. Itt ugye elégíteni, pedig lent egy, mindjárt megnézem, szerintem ott egy pataki rész van. És akkor itt van egy eligazító tábla. Mindjárt közelebb megyek, megnézzük. Szobák puszta, hidasívő, egy püspök, Szent László, cigány, hegy, arra megyek én tovább. És itt vannak lenne az üveghuták, azt majd mindjárt megnézem. Ott a kulcsos ház. Ott van egy információs tábla szintén.
Itt is van egy kis házikó. De jó. Akkor ez lenne az erdei tábor valószínűleg, igen. Ez egy jó sátorozó hely is lehetne, akár. Itt egy nagy étkező. Azt mondja, hogy hogyan viselkedjünk a természetben. Nagyon helyes, igen. Ne dobáljunk, ne szemeteljünk, stb. Stb. Tulajdonképpen ugyanúgy viselkedjünk a természetben, mint ahogy a városba kellene viselkednünk, mert ott is ugyanúgy kellene viselkednünk, hogy nem szemetelünk, nem ordítozunk, nem zavarjuk mások nyugalmát. Tehát ez nem csak a természetre vonatkozik. Na lenézek oda az üveghutákhoz még, de mi van kiírva. Mecsek erdője, a tulajdonos, vagy kié. Hát ugye ezek az üvegfuták azért alakultak itt ki, mert a bükkfa rengeteg volt, és mondjuk pont egy gesztenyét mutatok. Tehát rengeteg bükkfa volt, és azzal tudtak végül is tüzelni, illetve a bükkfának a hamuja, ez a fahamu, ez tulajdonképpen ez a hamu zsír, ezt nevezik szalajkának, ugye szalajka völgye, szalajka. Ez az üveg egyik alapanyaga végül is, és ezért is voltak itt üveghuták, bár azt mondják, hogy itt volt egy másik nélkülözhetetlen alapanyaga, ugye a kalcium, ami kellene az üveghez, ezt a zsaricből hozták ide, tehát az már nem volt megtalálható. Na, szóval azért voltak itt üveghuták, mert volt mivel tüzelni, volt mivel felfűteni őket. Ez már itt egy igazi erdei út. Lejöttem a kőútról ide a hutákat megnézni, és itt van egy információs tábla is. Még ez az úgynevezett üvegesek útja, ez is járható. Kerékpárral is szerintem végig lehetne menni, majd megnézem, csak ugye minden része tudok majd bejárni egy nap alatt, vagy két nap alatt sajnos, ugye, hogy is működtek ezek az üveghuták, itt van egy leírás róla. Ez ugye pecsételőhely is, itt lenne a pecsét, de csak lenne. Kinyitod és nézd meg, belerak ide egy valamilyen kajásdobozt, hogy miért kell elvinni, elviszi a pecsétet, de minek, hova? Jó, majd jelezni kell, azt mondja, hogy admin baranya természetbarát.hu címen majd írok, hogy itt a üveghutáknál valamelyik okos elvitte a, mi is ez, puszta bánya, valaki elvitte a pecsétet. Nem azért, mert én nem szórakozásból néha szoktam pecsételni egyet-egyet, van egy ilyen úti könyvem, de ugye én nem gyűjtöm, hiszen nem kék túrázok. De képzeld el, aki eljön ide, és akkor a pecsétet nem tudja lenyomni, mert valaki elvitte. És mit csinál vele otthon? Pecsételget? Vagy nem tudom. Tehát érdekes ez, hogy pont most dicsértem, hogy ide a természetjárók járnak, hát ezek szerint akkor nem csak azok, mert természetbarát ember az nem fogja ezt elvinni. Na jó, ez itt az üvegesek útja, tehát ezen nem erre megyek, ez erdőn keresztül vezet, majd ezt is érdemes lenne megnézni, hanem én megyek tovább, hiszen a cigányhegyi kilátóhoz szeretnék majd eljutni, és onnan majd tovább a Márévára. Pusztabánya után ketté válik az út, jobbra, balra. Az egyik felezet Kisújbánya felé, a másik pedig Pécsváradra, az emelkedős, ez lehetős. Én nem azért nem választom a lehetőset, mert hogy az lehetős, hanem azért választom azt, mert nekem arra kell menni. Úgyhogy erre figyelni kell, de ki van táblázva szerencsére. Úgyhogy eltéveszthetetlen, hogy merre tartson az ember. Pusztabányáról lefele jövett lejt az út végig, és akkor majd itt elérkeztem egy olyan helyre, aminek az a neve, hogy Hidasi Völgy, ahol szintén van egy ilyen információs tábla. Kék túrához hozzá tartozik ugye ez, a Dél-Dunántúli kék túrához. Arra el lehet menni Zobák pusztának, illetve erre pedig Márévár, ugye 4,4 km kell még mennem, és itt majd most már felfele indul az út. Itt egy kis patak folydogál lent,
Hát elég kevés sajnos benne a víz, ugye itt is látszik, hogy egyszerűen így nem volt mostanában eső. És ez a természetben is meglátszik. Nem úgy, mint 2 évvel ezelőtt, mikor Diós Jenőn voltam, akkor meg rengeteg eső volt, és gyönyörűek voltak a patakok. Itt is ki van írva, hogy Rockenbauer Pál Dunántúli kék túra, ugye, hogy honnan, hová írott kell. Itt van ugye Zobák puszta, Maurágy Szekszárd, tehát itt el lehet tovább menni, itt egy elég jó információs tábla is, és akkor itt egy kis völgy van. Júniusban volt itt valami, igen, itt egy autóverseny, feliratok megmaradtak még, ezt néztem, hogy ez honnan van, és akkor hát ott van lenne csordogáló patakocska, amiben sajnos nem túl sok víz van most. De legalább, na itt egész sok összegyűlt, itt van egy ilyen csorgó, duzzasztó valami. Na, megyek. És egyébként itt nagyon szép gyalogtúrák is lehetnek, mert itt látszik, hogy ja, csak itt biciklivel elmenni ezen nagyon-nagyon vékony részen, hát ez fel lehet kötni a bugyit, de biztos el lehet. Csak én ezekkel mondom, először bejárom ezeket a betonutakat, aztán majd meglátjuk, hogy mondta, hogy mondtam, hogy még a Zemplénbe is vissza akarok egyszer menni, meg a Diós Jenőre is visszajárok, valószínűleg ide is érdemes lenne majd még egyszer visszajönni, mert ez alatt a 3 nap alatt nem fogom tudni bejárni az egészet. Hát Pusztabánya óta intenzív emelkedésbe kezdett az út, úgyhogy itt lehet taposni. 11. kilométernél járok, tehát hosszú heténből eljöttem. Az út az gyönyörű végig. Vannak részek, ahol ugye tönkre mennek a fák, itt is látszik. De azt látom itt, hogy ahol pusztul az erdő, lehet látszik az út, nem tudom mennyire, hogy pusztul az erdő, itt ültetik is. Tehát folyamatos látszik, hogy csemeték vannak lerakva, szépen kigarózva, tehát itt próbálják újra ültetni a fákat. Ott nem megy az út, azért jó, feljöttem. Megint. Itt emelkedik folyamatosan. Nem találkoztam senkivel már, hogy hát ezen az úton tulajdonképpen egy kocsi jött egyszer szembe, meg egy az előbb felfele vitt egy teherautó kavicsot, és senki. Ami érthető persze, hiszen szerda dél van, ugyan mit keresnének az emberek, az erdőbe otthon ebédelnek. Na mindjárt megérkezek megint egy információs táblához. Azt látom, megnézzük, hogy hova érkeztünk. Megint egy ilyen kereszteződés az értem, de szerencsére ki van minden nagyon szépen táblázva. Ugye itt lehet felmenni a Cigányhegyi kilátóhoz jobbra, amit meg is fogok most tenni, még az 1,5 kilométer, és utána megyek tovább majd Márévára felé. Hát ide a Cigányhegyi kilátót, az első etap az nem volt semmi, na hál' Istennek. Elindultam lefele is, persze itt jönni kell a Teven autónak. Na, szóval ott azért ki kellett. Hajtani az embernek magát, meg is izzadtam még pedelekkel is. Úgyhogy ott egy jó kis emelkedő van. Most egy ilyen lankásabb rész. Mondom, ez volt a kérdés, onnan a kirántást. Onnan lesz jó. De hát ez azért nem volt semmi. Itt a ami felhozott ide a Cigány egyik kilátóhoz, az gyalogos turistákkal találkoztam egyébként. Itt egész jó kilátás van. És azok is elindultak felfele ide. Van nekik hosszabb lesz egy kicsit, mint nekem. Az biztos. Na majd mindjárt filmezek, hogyha felértem teljesen. Itt már egészen jó az út. Hát abban a kamera soha nem adja vissza a mélységet. Pedig ez itt, opa. Pedig ez itt azért szépen. Meg van itt a völgy. Na, lefele megyek. A kilátóhoz megyek, aztán lefele megyek. Hogy lesz ez? Remélem nem jöttem túl a Cigányhegyi kilátón.
Aha, ott lesz megint egy információs tábla. Aha, igen, innen rá lehet látni a mecsek keleti részére. Aha, igen. Majd mindjárt, ha kiértem, akkor ott biztos. Milyen állatka vagy? Az a lényeg, hogy ne ijesszél meg. Kisebb legyél, mint én. Lehetőleg. Na, nézzük csak. Elérkeztem Kisújbánya külsőre. Na most itt ugye, ha egyenesen megyek tovább, itt van a Kisújbánya felé lehet lemenni, és akkor ott lehet felmenni a Cigányhegyi kilátóhoz, 380 métert ír 11 percet. Nem tudom, hogy akarom-e én azt. Egyelőre még nem döntöttem el, majd mindjárt kiderítem. Mert azon látszik, hogy azon csak feltolni lehet a kerékpárt. Tehát az egy gyalog túra ösvény. Majd mindjárt meglátjuk. Az a baj, nagyon fel vagyok pakolva. És ha neki kezdek, akkor onnan majd le is kell jönni, nem csak felmenni. De hát vállaltam imán be ilyet. Mindjárt. Hát elindultam Nagybátran. De olyan piszak meredek, hogy majd meg szakadok. Az a baj, biciklit nem merem lehagyni. De bicikli nélkül nem lenne ez annyira borzasztó nehéz, de egyszerűen biciklit nem hagyhatom, mert fel van rá pakolva minden. A telefonomtól kezdve az összes kamera, a kajám, a mindenem. Tehát nem hagyhatom itt, mert bízok én az emberekbe, de lehet, hogy nem kellene annyira. Na mindegy, jó, meredek. Megpróbálom, hát ha egy idő után megvonom, akkor visszajövök. Bár lejönni se lesz itt ennyire egyszerű. Hát ennek az útnak a legvégén, már fel lehet ülni biciklire, de hú, az eleje az nagyon kemény. Azt toltam, de majd megszakadtam. Itt van a kilátó, ami nem is túl magas, ahogy elnézem. És mindjárt megnézzük, hogy mennyire látunk ki. Még a sisakot is leveszem, megizzadtam. Itt a végén már fel lehet ülni biciklire, de az eleje, azt a jó mindenit neki, az aztán igen meredek. Tehát onnan a lentről a információs tábla van 380 méternek írja, ugye 11 perc. Nem sokan vannak itt, amin nem csodálkozom. A Cigányhegyi kilátó 1980 felújtva 2007-ben. Itt van egy kis üldögélő hely. Egy hely az alján, és akkor egy csigga lépcső az, ami felvisz ide. De egyébként így nem túl magasnak tűnik ez a kilátó. Erre még én is felmerek menni. Viszont a kilátás az tényleg nagyon szép. Erre nem is, de arra már jobban. Azt a mindenit neki. Ó, de gyönyörű. Hát igen. Ilyenekért érdemes feljönni. Ott van a biciklim. Nem vagyok annyira magasan, de annyira lent sem. Igen, ez érdekes, hogy maga a kilátó nem olyan magas, de a... Hogy mondják ezt a... A hely tetején van, ez a Cigányhegy teteje, akkor így lehet látni. Hát igen, az ott a pécsi adótorony, ahol micsoda szél fúj itt fent. Lehet, hogy mindjárt lemegyek a telefonom, én egy fényképet azért készítek. Ú, de fúj itt a szél, bocsánat! Na, lejöttem a Cigányhegyi kilátótól, és most folytatom az utamat Márévára felé. Az út továbbra is ilyen betonút, csak azért akartam megmutatni, hogyha valaki erre szánja magát, hogy kirándul, ez az út, ez tökéletesen járható. Azért szintek vannak benne, a Cigányhegyi út, meg aztán hogy feltoltam a biciklit. Nem volt egyszerű azért, de sikerült. 4 kilométer, itt valami rally szoktak rendezni, úgy látom, mert hajrá, mindenfajta nevek, meg
Enyai Kobra. Katica Bogár. 15. kilométernél tartok egyébként. És az erdő továbbra is csodás. Találkoztam egy idősebb párral, a hölgy 70 éves, és feljött a Cigányhegyi kirátóval, nem is gondoltam, hogy 70 éves, ő végül is ő árult el, mert ugye hölgytől nem kérdezünk kort, és büszkén, és büszke is lehetett rá, mert hát szerintem 50-nek nézett ki. Ezek szerint mondta, hogy mindenfajta hegyet megmászott, imádja a természetet, és ez meg is látszott rajta, hogy már az látszott meg rajta, hogy nem látszott meg rajta a 70 év. Az, hogy sportos. Ami nagyon jó még, hogy árnyékos az út. Majd ott megyek le. Azt a mindenit, itt azért lesz szintvesztés. Tehát hiába van meleg, most már azért kezd, éreztem kint a napon, hogy azért nyomja most már majd a 30 fok környékét, mint az erdőbe. Az előbb felvettem még egy pólót, mert fáztam. Mindenképpen nyári túrára is be lehet vállalni, még a nagyobb melegekbe is, hiszen a fák azok azért árnyékot is adnak, meg sokkal hűvösebb van bent az erdőben. Hol fogom én ezt elveszíteni, ezt a hatalmas szintet? Meg akkor már vissza kell valószínűleg másznom valahol ezt, hiszen a Márévára biztos fent van. Na, mindegy, majd meglátjuk. Következőnek már valószínűleg már csak ott videózok. Itt az út mellett folyik a Várvölgyi patak. Hát most elég kevés benne a víz, de még legalább van. Valamennyi. És itt teljesen még nem szárad ki. Ez azért szép lehet ősszel, amikor több a víz. Mekkora szitaköt. Amikor több a víz, az biztos. Na most jelen pillanatban el is a kiszáradás szélén van sajnos. És itt található az út mellett, ami Máré várához vezet. A Mária kút, ez egy erdei forrás. Mindjárt közelebbről megnézik, jó, a csalának vannak itt. Azt mondja, hogy egyik legbővebb vízű hozamú forrás ez a Mária kút. Hát nem hallom, hogy annyira csobogna most. Karsztvíz, erre utal maga a víztartó kőzet. A kilépés helyét körülbelül fal kőzetanyaga, de a nagy vízhozam is. Tehát elméletileg karsztvíz, és elméletileg ez a legnagyobb, legbővebb vízű forrás. Hát mindjárt kiderül. Mária képről kapta a nevét. Már régebben a magyar egregyiek gyógyulást remélve ehhez a forráshoz zarándokoltak, és gyakran kegytárgyakat helyeztek el mellette. Hát, sajnos kis híd vezet át a patak felett. Most is vannak kis tárgyak mellette, és hát itt van a maga a forrás, ami egyébként jön belőle is a víz. Hát mondjuk a legyek is szeretik ezt pontosan ezért. Mert gondolom, ki vannak éhezve, tele van, és érdekes. Nem hagyományos forrás, itt ilyen fa alatt jön ki a hegyből. De egészen, de tényleg van azért rendesen víz. Úgyhogy ezek szerint igaz is lehet ez, hogy egyik legbővebb vízű forrás. Csíz Mária. És ide van írva, ugye, menj, a hited meggyógyított téged. És ez igaz is egyébként, ha valaki hisz. Valakinek nagy hite van, szóval sok mindent el lehet érni. Minden nem, de nagyban elősegíti az embert abban, hogy előrébb jusson az életben. Na. Indulok tovább. Máré vár egyébként. Egy elég régi vár már az 1300-as, tulajdonképpen a tatárjárás után már említették egy kódexben. Volt annak mindenfajta gazdája későbbiekben. A legérdekesebb az, hogy a legutolsó ostromlott vár Magyarországon, hiszen 1956-ban fiatalok behúzódtak ott ebbe a várba, és állítólag valami orosz tank
felment és lőtte a várat, mert ugye ki akart onnan füstölni őket, tehát ezért is híres ez a Máré vár, hogy az utolsó ostromlott vár Magyarországon. Azért nem rossz hely ez. Annyira szép ez az út. És tényleg ez a Mária kút tényleg bővízzel látja el ezt a várvölgyi patakot, mert innentől kezdve azért jóval nagyobb a hozama. Hú, micsoda hegy oldal van itt azért. Azt a mindenit neki. Itt azért, amikor nagyobb esők vannak, gondolom megindul a víz, legalábbis nagyon úgy néz ki. Itt a fák is úgy néz ki, hogy bejöttek. Kacskaringókkal. Itt azért rosszabb egy kicsit. Hát igen, mert a idővasfoga, ahogy a patak zúdul lefele, hogyha éppen nagyobb esők vannak, azért kikezdi ezt az utat. Hopp! Itt mindjárt ele is fogom kapcsolni, mert egy kézzel vezetni a biciklit, azt ilyen kavicsos részen. Nem egy életbiztosítás, na, itt már jobb az út, jól. Nagyon szép. És mondom, meg a patakból itt egy egész komoly kis víz lett. Na, az útról megint egy kicsit lejjebb jövök. Ez a forrás viszont sajnos nem ad semmiféle vizet. Ennek az a neve, hogy Iharos kút. Ebből semmi nem jön most. Ami nem egy jó hír. Tehát ez nem táplálja most a patakot. Viszont a patakot, mondom, a Mária kút olyan szépen megtáplálta, hogy igazán nagyon szépen csobog. Sőt, folyik. Folyik a víz. Rendesen, ahogy egy víznek folyni kell, ott látszik. Na, elérkeztem a Márai vári feljáróhoz. Itt már azért többen vannak. Hiszen ez megközelíthető. Tehát itt kijöttem az erdőbe, arra nem lehet menni. Tehát emelről Magyar Egregy felől. Ugye ez a Márai vár, az megközelíthető, ugye itt látható. Magyar Egregy, és akkor itt a Márai vár, tehát fel lehet jönni erről. Úgyhogy nem tudom, milyen út vezet fel, majd ugye megnézem. Annyira várra nem vagyok kíváncsi egyébként, de ha már eljöttem idáig, csak megnézem. Attól függ, meddig lehet feljutni persze. Máré várához az az út felfele. Azt a mindenit neki. De is van merülek, mint a rossz nyavaja. Ilyenkor szerencsé, hogy pedelekkel vagyok, de egy pederekkel is tüdőt csak úgy szedik ki vele. Még ott is van egy jó kis emelkedő. Na mindegy. Ez érdekes, tehát azért mondom, aki analóg biciklivel indul neki itt a Máré várának, hogy majd itt felmegy ezen a emelkedőn, ami majd visszafele persze lejtő lesz, az kösse fel a bugyit. Na, az út végén azért egy ilyen látvány fogadja az embert. Nem is tudom, merre induljak még. Megnézem először. Ezt nem szemetes. Hát de jó azért. Ki van én, hogy nem szemetes? Mit csinálnak az emberek? Beletöbbük az összes szemetet, amit csak van a környéken. Azt mondja, a parkoló várat, körbefutó udvar, a gyalogosok számára fenntartott pihenőtér, és nem parkoló, helyes. Tehát ugye ezt itt körbe lehet akkor ezek szerint járni. Nem kis kavicsos. Wow, itt egy sárkány! A félelmetes! Nagyon jó, akkor most itt le kell szállni a bicikliről, mert itt át kell emelnem. Itt vannak a sárkányok, egy kicsit megállok.
De jó, kabócáknak a hangja is behallatszik. Itt raktak ide egy ilyen fából készült valamit. Bocsánat, ezért nem akarom most kikapcsolni. Hány fejű? Három fejű sárkány van. 15. században épült ott várat, vár bejáratát őrző torony. Na mindjárt majd a biciklit biztonságba helyezem, és akkor feljebb megyek egy kicsit. Nem tudom, hogy lehet bemenni. Ott van a bejárat fent. Na, szóval ott van fenn a bejárat. Lehet, hogy be nem megyek, mert mit csinálok én bent? Benézek. Itt egy rácsos börtönajtó. Itt őrizték azon az embereket. Mint a mai politikusaink. Eljekre kéne bezárni őket. Azt hiszem, lennének bajba. Na. A sárkány. Juhi. A sárkány nem állt, nem eszélyes. Hát igen, az is. Hagyjék. Ott szalad. Ott szalad, ott szalad. Ezek a kabócák azért nyomják ám keményen. Érsznyelő. Az autógumiból van. Betajás. De ilyen jó. Nem mint hogyha attól nem lenne továbbra is veszélyes hulladék, de legalább csináltak belőle egy szobrot. Művészeti alkotásnak nem rossz. Ó, ez már megint felfele visz. Nem szeretem a fenti dolgokat. Hiában megöregettem is. Ezek a dolgok nem vonzanak annyira. Nyitva tartás, hétfő, szerdán, tisztő 18. Van nyitva. Jó. Valakit érdekel. Ez sokkal le tud menni. Elég szép a kirándás. Ó, az egész mossam, hogy bejárom. A biciklim ott. Most nem megyek be, mert időm nem engedi annyira. Egyébként 1000 forint a belépő, tehát nem egy olyan őrületes összeg. Ha valaki felmászik ide, akkor lehet, hogy érdemes bemenni. Ahogy leérünk Máré várától, tulajdonképpen itt ma főútra lehetne ráhajtani, amit én nem teszek meg, hanem szépen ugyanazon az úton fogok visszamenni, ahol jöttem, úgyhogy filmezni már nem fogok. Itt viszont érdekes, érdemes megállni, hogyha valaki pihenni akar, vagy egy strandfürdő. Olyan tiszta víze van innen, szinte kívánja az ember, úgyhogy még lehet, hogy ide érdemes lesz majd eljönni egyszer csobbanni. Eladó egyébként, úgy látom, úgyhogy akár meg is lehetne venni. Van egy pizzéria, szerintem az lesz ott a kemping, ami egy ilyen a Máré vár a kemping. Ezt nagyon kedvelik egyébként, azt mondják, nagyon szép. Németek üzemeltetik, úgyhogy ezt nagyon dicsérik egyébként ezt a kempinget. Na, ne indulok visszafele szépen. Két óra hosszába telt ez a 27-22 kilométer, de hát ugye azért, mert megálltam, meg filmeztem, meg stb.
Visszafele valószínűleg. Talán rövidebb időbe telik. Időjárás, állomás. Ó, egész komoly. Itt azért már érződik, hogy leértem itt a sík területre, itt azért meleg, kezd meleg lenni. De a szél veszettül fúj, úgyhogy ez nincs kellemes, nincs kellemetlen idő. Ez egy jó túra ajánlott. Jó erőben levőknek azért, mert vagy pedelekkel. De még ott is jó erőben levőknek. Azért van egy-két olyan emelkedőben, ami még teljes rásegítéssel sem annyira egyszerű. De a látvány kárpótol mindenért. Tehát azt reggel az ember elindul 10 óra körül, és szerintem olyan 4-5 óráig szépen meg tudja csinálni, kényelmesen. Elüldögél, megkajálgat. Tehát ez egy kimondottan szép. Na, megyek vissza az erdőbe, az az én világom.